Ami nem hiteles és nem én vagyok, azt nem vállalom el, hangzott el a felvétel előtt a mondat bohoskornél szájából. Ez jól mutatja, hogy milyen interjúalanya volt Tisza Tibornak. Egy nyílt, egyenes és őszint emberrel beszélgetett kezdetekről, motivációról és karriercsúcsokról. De talán, ami még ezeknél is érdekesebb, arról, hogy mit csinál egy a versenyzéstől visszavonult Európa bajnok testépítő. Azt már most eláruljuk, mostanában sem otthon pihen. Üdvözlöm Önöket, Tisza Tibor vagyok. Ez itt a Respekt, az Alföld Televízió beszélgetős műsora. Mai vendégem Bohos Kornél, Európa Bajnok testépítő. Ciao, hellóztok! Szia Kornél! Meg szeretném tőled kérdezni, mert ez nagyon érdekel, hogy hány éves vagy most? Hát 44 a vagyok, nem tudom mennyinek látszó kiállítólag, fiatalabbnak nézek ki, mint amennyi vagyok, de sajnos belülről már érzem, hogy 44 vagyok. Tehát az utóbbi pár évben azért már érzem ezt a majdnem 30 év edzés azért. Azért már erősen kiütközik, tért, könyök. Tehát szinte mindenhol, ahol csuklik az ember, az minden széjjel van. Nézegettem róla de videókat is, meg átismerlek már azért régóta, így az internetről is, meg személyesen is, és nem változtál azért annyira Le, a külső szemlérőnek. Te tudom, hogy belülről úgy érzed, de így külsőleg Mostanában tehát nem vagyok már csúcsformában, tehát nem is versenyzek, már lassan öt vagy hat éve már nem versenyzek. Még mindig az életemnek az első dolga, még mindig a testépítés, tehát igyekszek jól kajálni, minden nap megyek edzeni, természetesen hétvégét kivéve, tehát még mindenek körül forog, de már nem úgy, mint akkor, mikor aktív voltam. És ugye ezt azért az én látom magam, mindenki mondják, hogy nem látszik rajtad annyira, mindig sóhajtok egyet ott kívülről, az átlegemben nem vesz észre, főleg ha fel vagyok öltözve. Azért nyáron, mikor le vagy öltözve, és mikor volt ez a videó, ugye a strandon válik el, hogy ki milyen ember, mert ott ugye nem tudsz vinni szép autót, jó autót magaddal, ugye meg ott látszik, hogy milyen formában vagy ott, azért most már látom azért az öregedést, tehát azért látszik rajtam, és az, aztán nehezen veszem azért tudomásom, mikor csajoknál mindig látom, hogy ott botoxol, meg ilyenek, mondom, mit nem tudja elfogadni a gyerekszék, amúgy tényleg nehéz elfogadni a Igen. Nehéz. Fiatalon tartott testépítés, akkor ez azt jelenti. Én úgy gondolom, hogy igen, tehát ö, nem is szeretném abba hagyni, míg kétágú vagyok, mert mi tudok mozogni, addig szeretnék edzeni. Lehet már nem úgy, mint most, lehet nem úgy, mint öt évvel ezelőtt, de azért igyek, tehát most már igyekszek azért inkább észszerűen edzeni. Tehát ha öt éve, tíz éve visszamennék az edzésemhez, ez ketté szakadnék amúgy most. Most már azért igyekszek kicsit visszavenni, most is edzek keményen, de nem olyan keményen, mint 10 éve, hanem próbálok inkább észszerűen edzeni. Jobban odafigyelek, jobban figyelek a a kivitelezésre, a sorozatokra, a kialak kivitelezésre. Úgyhogy inkább most már többet észem, mint erővel. Régen nálam ez fordítva volt sajnos, és mostani azt mondom, hogy azért nem lettem a múj világbajnok, meg azért nem lettem nagyon sikeres, mint testépítő sportoló, mint versenyző, mert én erővel edzettem, nem észre. De viszont azért lettem milyen ismert. Mert mint testépítő nem voltam olyan jó, tehát nálam százszor jobbak vannak, meg voltak, hanem gondolom az átlagembernek tetszett az, ahogy hozzáálltunk a dolgokhoz. Motiváltság ha azt mondták, hogy ez a betonfalon át kell menjek, hogy megnyerem, akkor átrágtam volna magamat a betonfalon. És ez még most is így van, csak már lehet mindig egy hiltit is hozzá, vagy kérnék valami <laughs> nagy gépet, hogy verje át a falat és átmenjek. Ez valószínűleg onnan jött, hogy Kismarján nőttél fel, ez egy, nem egy nagy város, egy kis falu, és ö, ott azért biztos kellett a motiváció, hogy onnan kitölt. Gyerekkorodban sportoltál valamit? <laughs> Soha sem minden sportoltam, még azt is utáltam, aki sportolt, még a tesi órára se jártam be. Tehát valahogy engem úgy elkerült, tehát nem fociztam, mint a többiek, pedig Fataron sportelnök volt kismarjában, majdnem 20 évig amúgy, mikor én gyerek voltam, de valahogy engem a, ez a része soha nem fogott meg. És akkor bekerültem Debrecenbe, és uh, kollégista voltam, a 98-as számú, akkor még nem is tudom, hogy hívták, po számú, povolni. povolni. Most a povolni. Igen, povolni. Én oda jártam, mint szobafestő szakmunkás vagyok, és ott a koliba volt, és látsz, aki már akkor versenyzett valami misinek hívták, és akkor ő általa tetszett meg. És mikor ránéztem, ő volt az, hogy úgy, mondom, ez hogy sikerült? És akkor mondta, hogy jár edzeni. Mondom, hova? Hát mondja, hogy a Dávid egyben jár edzeni, és akkor lementem a Dávid egybe edzeni. Ez már lassan 30 éve volt, és azóta is járok. Valahol meg azt is olvastam, hogy 16 évig csak edzettél. Igen. Tehát nagyon sokáig, én, én nagyon későn érő típus vagyok, tehát ugyanúgy a versenyzésben, ugyanúgy mindenben, és nagyon sokáig edzettem, mindenki mondta, hogy miért nem versenyzek. Mert, mert, én, mert én imádok edzeni, és én nem azért edzettem, hogy versenyezzek, hanem azért edzettem, mert szeretem. És akkor ö, egyszer jött egy olyan gondolat, hogy akkor csak elindulok versenyem, akkor már elég jó formában voltam, és akkor ö, összeismerkedtem a Kati Bélával, és rá két hétre eltörtem mind a két lábamat. Az Ugye, két hétre rá volt? a nagy sérülés? Igen, mert akkor nagyon motivált voltam, és akkor elkezdtem készülni versenyre, és akkor elkezdtem láptalózni, dír mind a két lábamat eltörtem akkor két év kihagyás. Az edzés volt, mondhatjuk Mint ahogy így mondtam, is. így van, mond, csak igen. erőből volt, igen, észnékül edzettem. Akkor két év kihagyás, fél év vágy, rehabilitáció, stb. Visszatértem, de utána megint elke, Tehát utána csak elkezdtem versenyezni, utána Bélával összebarátkoztunk, és akkor ő az első versenyszezonomtól kezdve, én mindig Bélával versenyeztem, tehát ő készített föl, és az első versenyszezonomban már olyan száraz voltam, mint az ítélet. Tehát olyan, olyan száraz voltam, hogy most így visszanézem a képeket, tehát fé félelmetes. Tehát még mutárom is meg ilyet tőlem, amikor meglátod, kisfiam, hogy nézel ki? És nem volt kérdés számodra, hogy újra kezdted? Mikor eltörtem a lábamat, akkor azt mondtam, hogy nem fogok többet sportolni, akkor akkor a traumaként ért, tehát akkor a fájdalom, meg ugye a doktorok is próbáltak lebeszélni róla, hogy neked vége, meg kell tanulni járni, nem, nincs nincsen sportolás, de egy a másfél két hónap múlva, amikor otthon voltam, az ágyba feküdtem majdnem egy fél évig, akkor a hozattam haza egy kezest, és akkor csak egy kicsit, már unatkoztam. Mondom, bóckodok, ahogy elkezdtem edzőn, utána tudtam, hogy nincs vissza, nincs vissza út. És akkor utána a láptolón, ahogy eltörtem a lábomat, rá egy, egy évre már megint 800 al láptoltam, azért hozzá kellett Az első akkor milyen volt? Nehéz? Félelmet. Igen, Igen. Attól, attól tényleg féltem amúgy, de de valahogy akkor is bennem volt, hogy tehát kétfajta ember volt ott, aki leesik a lóról. Van, aki soha többet nem, ül óra, meg van, aki visszaül, és én nem akartam az lenni, aki elmenekül a testépítésre, mert addig is az volt az életem. Úgyhogy közben dolgoztam, építésbe dolgoztam, napi 10 órát, utána mentem edzeni. Mostani eszemben nem is tudom, hogy akkor azt hogy csináltam amúgy. Tehát félelmetes amúgy az ember mi mindenre képes, ha motivált. És itt látszik, hogy a motiváció tényleg az, 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 az minden, mindenre képes. Tehát győztelen nálam sokkal jobb versenyzőket is azáltal, hogy én sokkal motivált voltam, motiváltabb és sokkal felkészültebb voltam, pedig ők genetikusan sokkal jobb versenyzők voltak, mint én. De van az a szint, ahol még, még a, a, genetikát le tudod győzni a, a Az akaratta, a kitartással. De eljutottam arra a versenyre, amikor kimentünk Bélával Ausztráliába az Arnold Classicra, hogy akkor értettem meg azt, hogy az, az a szint, az már ahhoz kevés, hogy én nagyon motivált vagyok, és nagyon száraz vagyok, és megteszek mindent, mert jöttek olyan srácok, akik... Adottságban, te... genetikában jobbak voltak? Azzal bizt... nem tudsz mit kezdeni. És azzal nem tudok mit kezdeni. Bármit csinálhattam volna magammal, leégethettem volna bört is magamról, vagy vagy nem tudom, ak akkor is jobbak voltak. Akkor úgy gondoltam, hogy nem, sokkal jobban helyem kellett volna végezzek, de most, hogy eltelt mondjuk 5-6 év, és ugye ez már lecsendesült bennem, és már nem, nem akarok versenyezni mindenáron, most, ha visszanézem a videót, tényleg jobbak. Nem voltak szárazabbak, nem voltak izmosabbak, de mikor ránézel, az összképben olyan jobbak voltak. Meg volt a vál, kicsi csípő, jó comb. Én szárazabb voltam mindenkinél, de az, azon a szinten az már nem elég. Ez szerintem nagy erény, hogy ezt így felismerted, és be tudod ismerni. Szerintem ez azért személyiséget mutat. Tehát azért nem az van, hogy savanyú a szőlő, Biztos az elején az volt. Talán, talán egy olyan pár hónapig volt. Hmm. Utána kimentünk, az NAC volt a legutolsó, és az NAC volt Hamburgba, amikor eldöntöttem, hogy nem fogok többet versenyezni. Soha nem felejtem el, feküdtem a földön, te egy ilyen igénytelen épületben voltunk, tiszta kosz volt a föld, most nem azért, hogy feküdtünk a földön, éhes voltam, lebarnítva, egy pokrócon két napig feküdtem, és akkor jött Béla, hogy mi van, mondom, én nem fogok többet versenyezni. Á, jól laksz egyszer, mert általában a versenyen mindig, mindig, rossz érzésed van, de a verseny után jól laksz, akkor ott megint minden kivirágozik. Mondom, nem. Mondom, én eldöntöttem, hogy nem. Mert, mert az, hogy, hogy mérlegelsz, hogy, hogy kell ez? És hogyha most megnyertem volna a versenyt, akkor mi van? Igen. Nem változik semmi, ugyanúgy kell dolgozzál, mész a dolgodra. Annyi, hogy magadnak, ha magadnak szerzel vel örömet, akkor rendben van. De én nem is azért versenyeztem, én nem soha nem is azért versenyeztem, hogy megmutassam valakinek, hogy én meg tudom csinálni. Mert... Szeretted? Jó érzéssel töltött mindig ki akartam próbálni, és amikor kipróbáltam, akkor tetszett az a forma, és mondom, világbajnok leszek. És akkor rájutottam arra szintre, hogy most mi van, hogyha világbajnok leszek? Marha jó dolog, mert ami most is azért sokszor eszembe jut, de hogy nem lettem világbajnok, változott valami? Semmi nem változott. Hm. Tehát ismerek nagyon sok világbajnokot, vagy nagyon sok nálam jobb testépítőt, aki semmire se vitte, vagy nem boldogabb, mint Igen. én. Hát meg hallunk olyan történetet, hogy olimpiai bajnok volt, ez volt, az volt, és utána nem boldogult. Tehát, hogy folyamatosan kell az embernek toppon lenni és nyomni magát, tehát ez, ez azért fontos rész. De voltak előttem olyanok, tudod, akik idős, már akkor idősebbek voltak, mint én, és, és azt láttam, hogy nem boldog és ah. versenyezik, és még is masterzben megy, nincs semmi bajom masterzekkel, és kérdezték, hogy sajnos már masterz kategóriában is tudnék indulni, hogy nem indulsz. Mondom, én nem most nem akarok senkit megbántani, én nem akarok bózkodni, én nem érzem azt, hogy 40-50 évesen nem versenyeznem kelljen. Annyi más dolog van amúgy. Így van biciklizünk, állatot mentünk, nem tudom. Én ugyanezt éreztem, amikor abba a futballt, hogy 33 évesen azt mondtam, hogy elég, pedig még focizhattam volna, meg még volt bennem még energia is, de nem volt meg az már benne, meg azt, akar, azt nem akartam érezni, hogy mondjuk a fiatalok egy kicsit Na. oda pörkölnek, úgyhogy inkább méltósággal befejezni azért az is egy, szerintem egy, nehéz, egy nagyon, nehéz dolog, de szerintem egy erő, tehát az egy nagyon komoly erő. A Kati Béla neve mit mond neked az életedbe? Fú, nagyon sok minden. Hát szinte nagy... Tehát az, hogy most itt vagyok, vagy hogy most veled beszélgetek, én azt gondolom, hogy nagy részben úgy neki köszönhetem. Mert ha akkor nem versenyzek vele, meg nem, nem barátkozunk össze, úgy gondolom, hogy a egyik legjobb barátok vagyunk. Teljesen más, hogy alakult van az életem. Úgy gondolom, hogy akkor most vagy szobafestő lennék, és dolgoznék egy építkezésen, és mellette edzenék, én így tudom elképzelni. Most ezzel ellentétben ugye azt csinálom, tehát olyan, Ugye csináltunk egy edzőtermet, ugye most a bezártunk, és az is egy olyan álom volt mindkettünk részéről, ugye a Cat hogy az egy olyan dolog szerintem egy testépítőnek, hogy azzal minden vágya teljesül, ha egyszer van egy edzőterme. Mert az olyan, mintha nek mint neked Én is... építettem most egy futballpályát magamnak, no. meg a szervezetemnek, és az világ legjobb érzés és nem nincs mondom tován, tehát igen tehát a... nincs följebb azért. Tényleg, tényleg ez így van. És ugye, Együtt csináltuk, együtt versenyeztünk, tehát mindent együtt csináltunk, és most azért egy kicsit bezárt a terem, egy kicsit, kicsit távolabb kerültünk egymástól, mert nincs a napi kontaktus, de azért igyekszünk tartani a kapcsolatot. De Kati Béla neve mit mond? Azt hiszem, hogy nekem... A testépítésbe gondolom mindent. Meg szerintem a hétköznapokban is, tehát mm. nagyon sok mindent köszönhetek neki. És mindig, ha igyekszek, mindig igyekszek, meghalálva is neki. Vagy mindig szóba hozom, hogy valami mondjuk voltunk valami forgatáson, és nagyon volt, vagy, vagy most volt egy fotózásom múlt héten, azért igyekszek mindig megköszönni. Tehát nem felejtem el, hogy mit segített. Érdekes, mert itt a műsoron belül, ezt mindig megemlítem, hogy beszélgetek így azért emberekkel, akik elég sikeresek a szakmájukban, és mindegyiknek volt egy mentora. Mindegyiknek volt egy olyan ember, aki évre felnézett és motiválta, és nála sincs ez másképp, tehát ez már egy ilyen standard dolog a sikeres embereknél, hogy fölnéztek valakire, és ezt én is tapasztaltam az életemben, és neked akkor ez Kati Béla. Ó, teljesen. Tehát én soha nem felejtem, mert az első versenyszezonomnak a végén kim voltunk Olaszországban a VB-n, és ez annyira megmaradt bennem, és ez nagyon sok helyen elmeséltem, és akkor Béla mindig mondta, hogy mit csináljál, mit kell lenni, hogy kell lenni, mennyit egy ilyen, mennyit így áll, mennyit edzünk, mint tehát minden precízen vezetve volt. És kim vagyok a vb n előző este a versenyen, sose felejtem el barnított, és akkor mondja, hogy akkor holnap reggel a felkelsz, egy is vizet iszol, másfél óránként minden mondott, és akkor egyszer így kent a lábomat, soha nem felejtem egy csembet, megállt. Szóval azt hiszem mindent elmondom, amit tudok. És az, azt szerintem az nagyon nagy dolog, mert ez egy olyan érték, amit, amit nem tudsz pénzzel megvenni. Igen. Mert egy olyan tudást adott át nekem, amit ő tapasztalt, és ugye hosszú éveken és hosszú munka árán ugye megszerzett, ő azt átadta nekem ingyen és bérmentve. És azt hiszem, hogy annál nagyobb ajándék nincs, mikor a saját idődet, energiádat fekteted bele valamibe, és azt adtad valakinek mert a szakákéhez elmentem volna, akármilyen Csilli Vili edzőhöz, én úgy gondolom, úgy, mint Béla, olyan professzionális szinten senki nem ért hozzá Magyarországon, attól függetlenül, hogy ő nem foglalkozik így vele. Tehát engem készített csak egyedül így, tehát így, mint engem, senki nem készített. És ugye ebből lett a barátság, hát együtt edzettünk, együtt mentünk mindenhova. Meg hát népszerűek is lettetek, öh, nem csak a videó megosztó által, hanem gondolom azért ugye Term termekbe is azért mentetek együtt, és akkor ott ö, adtátok a tanácsokat, vagy edzettetek együtt, motiváltátok a többieket. Ez, ennek mi a titka, ennek a népszerűségnek? Hogy jött ez nektek ez a gondolat? Vagy csak jött ö, egyik pillanatra a másikra, és ezt meglovagoltátok? Én úgy gondolom, hogy részben jókor jó helyen voltunk, mert akkor jött fölfelé, ez a social media, meg akkor jöttek ez a YouTube, meg volt ez a bodybuilder TV, tehát minden akkor kezdődött Magyarország kifejlődni, és mi pont akkor robbantunk be, akkor kezdtünk el versenyezni. És ugye minket vitt vit magával, ugye a, volt egy táplálékigészítő szponzorunk, és ugye ők is akkor kezdtek fölfejönni, és így mi együtt jöttünk velük. Uh -huh. És valahogy nem, Béla, ugye az eredményei miatt, meg ő akart, hogy Béla, hát hogy jó, nem vagyok, ugye a híres szlogenje, ugye, tehát ez még megmaradt máj napig is, nem igen. akartam kimondani. És akkor Béla engem mindig vitt magával mindenhova. Tehát akárhova mentünk, mindig mondta, hogy nem megyek vele, még akkor én nem voltam ő, támogató sport, és akkor mondta, hogy menjek vele, hát ő, együtt edzünk, ám hát most én nem akarok egyedül menni. És akkor én mindig ott voltam a videóban, és akkor már akkor megkérdezte hogy a tápkércég, hogy nem akarok, akkor lenni, ha mindig ott vagyok, és akkor én is úgy kerültem bele. És onnantól kezdve nagyon sok közös videónk volt, és ugye imádták az emberek, mert, mert nem Jó Meg nem észre, én, én, úgy gondolom, hogy mi nem észre mi erővel de azt nagyon, tehát ment az ordibálás, a dobálás, meg a, az anyázás, meg minden benne, és úgy gondolom, hogy az átlegembernek ez elérhetőbb. Igen. Meg keményen edzeni, bárki tud, de professzionális szinten kevesen tudnak edzeni, most már azért többen, mert ugye a média azért sokkal könnyebben közvetíti ezt, de akkor, amikor mi kezdtük, akkor még nem volt ilyen, nem tudtam bemenni, meg bejutni, hogy milyen edzést van, ugye általában csak ez a bodybuilder tévében tudtad megnézni és minket, mikor forgattak, mi spontán vettünk mindig. Tehát spontán forgatás volt, nem volt megbeszélve, nem volt, nem volt... És ettől lett eredeti, és, és úgy gondolom, az, 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 az átjön a videón, ha valaki őszinte, meg, meg nincs megjátszva. És én mai napig is így vagyok, hogyha valamit elvállalok, forgatás vagy bármilyen riportot, azt, azt én szeretném én mai napig is őszintén. Ha nem edzek olyan keményen, akkor nem edzek olyan keményen, azt is megmondom. Tehát nincs ezzel gond, úgy gondolom, mert nem vagyunk gépek, meg nem vagyunk hát robotok. azért már. szerintem nem kell ebből a szempontból. Én úgy gondolom, hogy hátra dőhetek, nem, nem azért, mert olyan sok mindent értem el. Én úgy gondolom, amit amit én tőlem tellett, és ebből a fizikumból, ebből az adottságból tellett, Én úgy gondolom, hogy maximálisan kihoztam, és elégedett vagyok az eredményekkel. Akkor nem voltam elégedett. Úgy gondoltam, hogy sokkal jobb eredményt is el tudtam volna érni, de most úgy gondolom, hogy. Vissza... Hálás vagy. Igen. Mert úgy gondolom, hogy a, másod... Tehát a sok második hely is megtanít valamire. Megtanít, megtanít veszíteni, és megtanul az, hogy hátradőlsz, és elfogadod azt, ami van. Mert szerintem ahhoz kell az igazán nagy erő, hogy hogy hálát adja azért, amiért van. Most elégedetlenkedhetnék, hogy sokkal többet elérhettem volna, meg a bírók ilyenek voltak, olyanok voltak, de de nem. Én úgy gondolom, hogy ez így korrekt volt, és mostani fejemben azt mondom, hogy mindegyik döntés jó volt. És a sport után is találtál egy motivációt itt a jótikonykodásban. Gondolom, itt a vezérerv nálad az volt, hogy adj valamit volt bakancslista ez a film. És annyira jó volt benne, volt benne egy ilyen szöveg, mikor a Morgan Freeman, azt hiszem, vagy valamikor mondta a másiknak, hogy mikor az óka egyiptomiaknak volt egy ilyen mondásuk, hogy mikor meghalsz, két kérdés fognak föltenni, hogy hova kerülsz. Az, egy, az első kérdés az, hogy találta-e örömet az életedben. A második pedig az, hogy hoztál örömet más életébe. És az nem tudom, az akkor úgy megfogott, és ez tényleg így van, hogy Mostanában igyekszek inkább, én úgy gondolom, én találtam örömet az életemben, mert, mert, az álmaimnak éltem, álmaimnak élek, tudok segíteni másnak, és mostanában inkább afelé hajlok, hogy igyekszek örömet okozni. Másnak, igen. Mert, mert ahogy öregszel, amúgy tényleg úgy, amikor gyerek voltam, mikor mondták, hogy jobb adni, mint kapni. Nem értettük. Nem. Mondom, ez nem normális, hát inkább kaptad valamit. Igen. Most már nem szeretek kapni, mert, mert nehezen tudok örülni dolgoknak, mert megvan mindenem. Értsd jól, tehát Hát megértékeled a kis dolgokat is. És azt kell értékelni. És most már nagyon jobban szeretek adni, egy cicát felvenni a földről, megmenteni, vagy vagy most menni segítünk, most a Haré alapítványnak csinálunk, kifutót a cicáknak a cicászhoz. Tehát én, én, én szeretek kétkezél menni, segíteni menhelyre, megyünk sétáltatni. Van egy nagyon jó barátom, a Vajdalac, ők szinte minden hétvégén mennek kutyát sétáltatni menhelyre. Tehát úgy gondolom, hogy nem nagy dolgok ezek, még nem, nem feltétlenül a pénzről szól, ha akarok segíteni, akkor megyek kétkezes. És men. miért az állatok? Mert én úgy gondolom, hogy most hogy mondjam, tehát ott nem csalódsz. Egy Egyáltalán nem lehet csalódni. Egy állat nem fog utána visszajönni, és a szemedre nem segítettél eleget. Én segítettem, gyűjtöttünk gyerekeknek, leukémes gyerekeknek, gyűjtöttem kismarjába karácsonyra. Az, az egy kicsit nekem, az egy kicsit nyűgösebb, mert tudod, elégedetlenség van, nem annyit adtál, nem mit uh -huh. adtál. Egy cica vagy szóval egy kutya sose fogja mondani, hogy csak ennyit adtál. Hanem ránézel, és látod, hogy megköszönni a szemével. Nem fog oda jönni, nem tudom, tehát nehéz ez. Én maradok az állatoknál, mert úgy gondolom, hogy azok ott, ott nincs hátsó szándék. Ott, ott, ami segít el, ők nem köszönik meg szavakkal, hanem elég, ha csak rád néz. sokat nem, nem, csalódtam. Berekben. nem, nem sokat csalódtam, csak nem, nem akartam eljutni arra színre, hogy sokat csalódjak. Mert gyűjtöttünk menhelynek, és akkor az nekem az, nem tudom, amikor kimentem, olyan, olyan nagyon, olyan érzés történt volt. Meg tiszta, nem mm. volt semmi mögötte, hogy most csak ennyit hoztál, vagy annyit hoztál, mindenki örült, ha vittünk valamit. És a kutyák, meg a cicák azok, meg... És ott nincs, nincs az, hogy most nem fognak hátba szúrni soha. Nem szúrtak hátba, még nincsen, hál' Istennek ilyen... De valahogy akkor rájöttem arra, hogy én nem is akarok eljutni arra szintre, hogy sokat csalódjak az emberekben, mert segítettem. Nem úgy, hál, nem úgy köszönik meg, nem úgy hálálják meg. És akkor maradtunk az állatoknál. És ez máj napig is így van, és akkor most hétvégén vagy jövő hétvégén is megyünk betonozni, heggeszteni, kenelt. Hát, gyűjtöttünk betont, szereztem, van egy nagyon barátom, ő mixer cége van, felállt egy, egy mixer betont ajándékba, kimentünk betonozni a kenelnek Hell, Ken az alapját, vittem önkénteseket a teremből, fiatal srácokat, tehát az energiádat teszed bele, és ezzel adsz, ez azért Igyekszek pénzt is beletenni, csak én nem szeretek posztolgatni erről, mert én nem az a generáció vagyok, tehát én szeretem megcsinálni magamba, és le van tudva, csak az a baj, hogy kell posztolni róla, mert még gondolom, hogy hát, ha jó példával járok elő, ezzel, ha csak egy ember is úgy gondolja, hogy kicsit segít, már akkor megértem úgy posztolni, csak nekem nehezemre esik. Mert kimegyek dolgozni, én nem azért csinálom, hogy kiposztoljam, hogy lássam más, hogy milyen jó Igen. gyerek vagyok, hanem azért, mert mikor hazamegyek, és akkor lefekszem magadba, vele üsz magadba, olyan jó érzés töltem, hogy most segítettem. És nem azért, hogy dicsekedjek ennek vagy annak, mert nem azért akarom csinálni. És így a karrier után, 44 évesen mi a célja még Búskorni. Nem tovább élni, <laughs> <laughs> mert ugye az a versenysport ugye nem feltétlen az egészségről szól. Mi a célom? Pff, nem tudom, én most egyelőre nagyon jól érzem magam a bőrömben. Most hogy egy, egy cégnél dolgozok, ugye nem tudom, mondhatom, ez a Men's Mentis hogy edzőtermeket rendezünk be. Most én ott dolgozok fejlesztésen, gépeket fejlesztünk, mm -hmm. átalakítunk, újakat gyártunk, és ez megint egy akkora egy akkora új impulzus, hogy hihetetlen. Amúgy én, 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 nagyon régen sokáig gépeket gyártottam, Cornelius gépeket gyártottam, hogy a kornél lévő kifolyólag. És akkor onnan jött az ötlet, ugye a, a Rómeónak, ő a cégnek a vezetője, hogy szerettem mindig volna, hogy együtt dolgozunk. És úgy mindig óckodtam, óckodtam, és akkor, amikor bezárt a terem, mondom, akkor valamit kezdenem kell magammal, és akkor kimentem hozzá a BIA keresztesre dolgozni az azóta nagyon élvezem. Tehát most egyenlő, én nem, nem gondolkozok így a jövő, nem szoktam így tervezni. Úgy minden spontán jött. Jött a versenyzés, jött. Én most is úgy gondolom, hogy rossz irányban nem mehet az életem, mert soha nem ártottam senkinek, nem akartam senkinek rosszat, igyekszek segíteni, akin tudok, igyekszek önzetlen lenni, és úgy gondolom, hogy nem gondolkozom a jövőben, én egyenlőre élem az életemet, és élvezem azt, amit csinálok. Mert most olyat csinálok például, amit szerintem Magyarországon vagy Európában nagyon kevesen. Tehát zsír, például zsírű gépeket vágok szét flexel, és mm. alakítom át egy másik fajta És a szaktanácsodat is kikérik ebbe, vagy... Én vagyok a tehát te, te mondod én nek, meg, el. hogy... Te tehát döntöm. általában úgy van, hogy Romeo, én úgy gondolom, hogy Magyarországon ő ért legjobban ez a gépes dologhoz. Én nekem meg van ugye a tapasztalatom, mint Igen. versenyző, értek a gépekezés, és ugye ez a kettő nagyon ritkán találkozik. És azért szerettem volna, hogy dolgozzak nála, mert ő ő nagyon ért hozzá, csak sajnos ő tolószékben van, uh -huh. és sok gépet nem tud kipróbálni. És ugye nagyon sok gépet úgy tudsz csak lerőrizni, ha tényleg te kipróbálod, mert ha belőlsz, hirtelen a jónak tűnik, de ha kipróbálod munka közben, akkor kiderül, hogy fáj, vállad benne, nem jó szög, nem jó van a láptartó, és mi ezeket kiavítjuk. Uh -huh. És ez én úgy gondolom, hogy ez olyan egyedi dolog, amiben annyira jó részt venni amúgy, hogy te, tehát te vagy az egyetlen a Magyarországon, aki olyat csinál, hogy gépeket alakítát. Vagy hozzunk egy hasgépet, és egy hasgépből csinálunk egy hátgépet, mondjuk. És, ez és ezt prezentáljátok is az emberek felé, hogy ezt a Bós kornél ajánlásával, Én. vagy te alakítottad át? Van -e erre Aha. Egy csárd, ugye, mint a Dodge-nak van a csárd, ugye ez a feltöltve, tehát mm -hmm. újra feltöltve, és az lesz a nevezeknek az a... Tehát mikor egy gépet átalakítunk, akkor levesszük róla a gyári logót, mondjuk, hogy Hermann és akkor feltesszük rá a csárdrogót, az azt jelenti, hogy ez mi hozzányújtunk. Ezzel értem. csinálunk mostanában egy kis videót is róla, egy kis ábrás videó, vagy kis kép is van rábrával, rá mert általában olyan plusz funkciókat teszünk bele, amit az átlagember nem ismer. Hmm, értem. Viszont a versenyzők ismerik, de azért nagyon kis százalék a terembe járóknak, és ugye azért kell, ami jó a testépítőknek, versenyzőknek, az általában jó lesz, ugye a a sima embereknek is, vagy az átlag embereknek minden. is. Csak nekik kell -e azért egy ilyen, mint ahogy mondod, egy ilyen videós, meg kell egy ilyen kis képes útmutatás, mert ugye azért nem egyszerű gépek, főleg ha most bemész egy terembe, van 200 gép, hát most egy átlag ember megy, azt se tudja, hogy mihez kezd ilyen hozzá. majd egyszer kipróbálom a gépedet, hogyha úgy van. Most voltam úgy, Zalegercegen voltunk múlt hét pénteken, és most van egy hoist át amit mi alakítottunk át. Én úgy gondolom az egyik legjobb lányújtó a piacon, de hát lehet elfogult vagyok felé és akkor mostanában azt ki, hogy minden egyes átalakított gépre, hogy minél gyorsabban átmenjen, tudod, mint a gyógyszereknél van ez a leporobálási idő, Igen. csinálunk rá egy versenyt. Most Aha. öt éves volt az, az alegercegi és akkor oda vittük ezt a lábnyújtógépet, csináltunk rá egy versenyt, kibír többet felesújjal, csajok, maxújjal, és az annyira jó, mert tudod, ezen a másfél-két órában, szerintem egy éves terhelést, egy éves tesztelést le nyomni, mert körülbelül 50 ember használta a másfél órát. Meg a reklám része is meg hát Nyilván, mert természetesen ez ezt meg akartam mondani, de úgy gondolom, hogy nekünk most az többet ér ez a, ez a lepróbálás. Hogy nem mikor oda a terembe, és akkor szóljon vissza a tulaj, hogy még módosítani kellett volna ezt meg azt, úgy is lesz ilyen. Az mert emberek ez... tapasztalatait látjátok élőben. És ott vagyok, és Véségy én éjjjön. ott álltam mellette, és figyeltem, és, és láttam, és körülbelül egy másfél óra találtam rajta még négy hibát. Hm. amit másfél, még másfél hónapig killódtam a géppel. És amúgy ez annyira jó amúgy, hogy mondanak, mondanak véleményeket, mondanak ötleteket, és az elején például, amikor elkezdtem ezt csinálni, nehezen fogad, nehezebben fogadtam el, hogy már jobban értsen hozzám, mint én. És ehhez kellett egy kicsit leülni magamba is, hogy lehet jön egy laikus, vagy egy, egy nem annyira hozzáértő, mint én, és lehet mond egy olyan ötletet, ami... Mert ő objektíven látja te Meg, meg én sem látok mindent. Tehát azért Igen. azt tudnék, hogy én sem látok mindent, pedig azt gondolom, hogy értek hozzá, meg Róma is ért hozzá, de oda jött, hogy figyelj, már nem kéne meg billenteni. Hm. nem jutottam. amúgy. Most már el tudom ezt is fogadni amúgy. Csak az azért nehéz volt, hogy az, ön, az ön becsülésemnek vagy a... Hát már jobban értsen hozzá, és azért most már jönnek, kipróbálják, és akkor kipróbálják, tényleg hosszabbnak kell volna lenni a karnak, vagy alig kell tenni a karnak. Hát ettől is több vagy, ez is ad neked. Egy utolsó kérdésem van. Igen? Mi a siker <coughs> neked? Puh. Az életedben. Én gondolom, hogy nem vagyunk, nem tartom magam se se senkinek, én egy kis és srác vagyok, hanem az, hogy akárhova például elmegyünk, vagy például van egy rendezvény, és, és rengeteg fiatal jön oda közös fotót csinálni vagy nem, jobbat mondok, például ami most történt meg velünk egy hónapban, kim voltunk Erdélybe hószánozni, és Csíkszereden van egy edzőterem, akit ismerünk a tulajt, és mondta, hogy menjünk már ki, már az ottani fiatalok, magyar fiatalok, szeretnék, hogy találkozának velünk, kimentünk, rengetegen fogadtak minket, tehát nekem az is sokkoló, tehát hogy minket átlag emberek vagyunk, és ennyien fogadtak, és akkor közös fotózkodtunk, imogatták a házamat. Hm azért az a nem mindegy, pedig nem tettem semmit, nem vagyok énekes, nem vagyok tázda győztes, hanem az, hogy mikor a srác át mellettem, és éreztem, hogy remegett, tehát remegett a keze és így tudod, hogy akkor a dolog volt hogy találkozott tíz éve nézeget minket a neten, és így csomogatta a hát. De is, is párásodott a tekinteted most emiatt, hogy Hát nem, mert, 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 ugye jó ezeket megélni, ez tehát mikor jel. őszintén... Ja, úgyhogy én úgy tartom, hogy ez a siker, mikor fiatalok oda jönnek, vagy gyerekek oda jönnek, és és tudod, úgy néznek rád, mint az istenem, vagy más, ugyanolyan ember vagyok, mint ő, vagy mint bárki az utcán, de amikor rád néznek, tudod, olyan tekintettel, az azért meg, vagy akárhol találkozunk vagy nem bojnára, úgy már teszem le a kaját, egyből egy közös bárki bárhol, bármikor felállok. Azt kívánom neked, hogy minél többen, minél, so, minél több ideig simogassák a hátadat, és maradj ilyen, amilyen vagy, mert szerintem egy őszinte srác vagy, és ez nagyon fontos, hogy... Mara olyannak maradtál, mint amilyen voltál. Úgyhogy sok sikert kívánok az életben, és remélem, hogy találkozunk még akár ilyen keretek között, De remélem, és élveztem is. nagyon a beszélgetést. Köszönöm, köszönöm szépen. Köszönöm. Ez volt itt a Respekt, az Alfa Televízió beszélgetős műsora Bohos Kornéllal és Tisza Tiborra. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra.